Régi és új filmkockák örökítik meg a panyolai farsangot ezen a felvételen. A különleges jelmezek és szokások méltók voltak arra, hogy bekerüljenek a megyei értéktárba. Szintén panyolai hagyomány a szilvás étel. Ezt is méltónak tartotta a megyei értéktár bizottság arra, hogy a listába kerüljön. Mondta 35 perc című műsorunkban Baracsi Endre, a testület elnöke. A panyolai értéktárból bekerült például a panyolai farsang, annak a hagyománya, és a panyolai szilvás étel, ami azért különleges, mert ha ételről beszélünk, ugye akkor mindenki arra gondol, hogy az mondjuk egy főétel, vagy egy húsétel, vagy bármi a sonó, de a szilvás étel, a panyolai szilvás étel az egy leves, mert az ételt ott azon a környéken levest, tehát levest ételnek nevezték, és ezért is nagyon különleges az, úgyhogy ha valaki arra jár, akkor mindenképpen kóstolja meg. Július elején nyílt tárlat a megyeháza előtt a megyei értékekből. Csutkai Csaba fotóit a megyeháza folyosóin is láthatják azok, akik ügyintézés okán belépnek az épületbe. Most azt szeretné az értéktár bizottság, hogy olyan helyen állítsák ki őket, ahol méltó otthonra találhatnak az installációk. A megyei értéktár most már lényegében egy helyen, a Múzeumfaluban meg fog jelenni. Látogatható lesz, tapintható, érzékelhető, olvasható lesz egy interaktív kiállítás keretein belül, ami reméljük, hogy a lehető a közeljövőben meg is fog valósulni. És ennek nagyon örülünk, mert eddig a megyei értéktárnak fizikai, központi helye nem volt, és azt hiszem, hogy ennél jobb helyet, mint magát a Sóstói Múzeumfalut, amely lényegében egy piciny szelete a történelmi Magyarországnak és annak a múltnak, amelyből táplálkozunk és amelyre büszkék vagyunk, most ott meg fog jelenni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár minden értékével együtt. A megyei értéktárnak jelenleg 142 eleme van. A megyei kincseket online az ssbm-értéktár.hu címen is megtekinthetik.